Sziasztok, üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, 25-en vagyunk. De hát már jelölök be embereket, megpróbálok visszajelentkezni, már ha tudok. És... Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Megvált, még feljöttük. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hellótok! Üdvözlök! Már egy ember néz, oké. Sziasztok, üdvözöllek mindenkit! 25 ember vagyunk, mert ez a új Facebookom, a Yahoo. Úgyhogy gyertek, drágáim, én vagyok rajta, ne aggódjatok! Yahoo-n! Ilonka, köszi, osztát! Igen, osztátok a live-ot, bocsi, elnyomtam csak. Sziasztok! Mindenkit üdvözlök sok szeretettel! Gyertek fel mind a 25-en, osztátok a live-ot! Ez egy olyan live lesz, amit jó indulatból és kedvességből teszek meg. Noha nem hinném, hogy ezt odáig vittem volna, hogy idáig fajulom, hogy én kérjek bocsánatot, de én azt mondom, hogy mindenkit várok fel, mind a 25 embert. Szia, Ilona! Ezt én nem gondolom azt, hogy ezt kellene tennem, előzővel is ugyanez volt, holott nem volt miért, hiszen nem tudta a kutya se, hogy miről vagy kiről volt szó, névtelenül beszélgettem jogosan, mert... De nem is arról az X-illetőről beszéltem, aki meg van sértődve konkrétan, hanem arról, hogy a X-illetőtől szeretnék bocsánatot kérni, aki a körmemet csinálta, mert állítólag én leáradtam őtet, holott nem igazán van így, nem teljesen van így. Ennél is kérek tőled, ha ezt sértőnek vetted, hogy őszintén bevalljam neked. 10.000 forintról volt szó, te további költségekről nem beszéltél. Nem beszéltél további költségekről, a 10.000 forintról tudtam, az, hogy eljössz és ott mint van, volt, azt nem tudtam, hogy mennyi érjössz, vagy hogy én kifizessem. Mert úgy volt, hogy eljössz ide, és akkor... felteszed a pillát és a hajat megoldjuk, de azt mondtam, gyere, meg volt beszélve, főzök, minden, vártalak téged, de minden esetre elnézést kérek tőled ez a lifestyle-on, minden esetre elnézést kérek tőled, ha úgy érezted, hogy egy-két szót ezikben szóltam, holott nem bántottalak meg és nem sértettelek meg, X-illetőztem még, a nevedet sejtettem ki, a körmöt te osztottad meg, és az alá írkáltak a gonosz emberek. A gonosz illetők az alá írkáltak. Majd végül megosztottam én is, mivel tetszett a köröm. Nagyon szép a köröm, és tetszik. Így hát én is megosztottam. Ehelyett, amiért így beszélgettem néptelenül,
Egy az egyben támadva lettem, de nem tudom miért általad szavakban, de nem is számít, hiszen tegnap este beszéltük meg, hogy nem csinálunk ebből ügyet, vágyat borítunk, nem jelentgessük egymást. Remélem nem, ha igen, én is megmozdulok. Mert megvan minden bizonyítékom, hogy te hogy álltál hozzám, meg én hogy álltam hozzád. Úgyhogy bocsánatot kérek, elnézést kérek, még egyszer, hogyha én téged megbántottalak valami úton módon, de úgy gondolom, hogy se névileg nem bántottalak meg, nem mondtam a nevedet ki, semmit nem mondtam ki, és én nem ócsároltalak, nem piszkítottalak téged. Azt mondtam, hogy jaj, letépném a körmenet, azt nem azért mondtam, hanem azért, mert egy másik X-illetőre ideges voltam. Nem konkrét, hogy rólad volt szó különösen. Nem konkrét. De még egyszer mondom, elnézést kérek. Elnézést kérek akkor. Megtettem csak azért, hogy téged kielégítselek, holott nem ezt érdemlem. De te mindennek elhordtál engem a SMS-ben. De ezt most ki van fotózva, mindaz, amit te tettél. Amit te csináltál, ez nem volt tőle szép, mert akkor azt mondom, fölhívlak, hogy figyelj, énke beszéljük meg ez és ez, miért mondtad ezt? El akartam mondani, de te már szóhoz nem akartál hagyni jutni, és továbbiakban zaklattál, sem egybe fenyegető szavakkal. De mindenképpen bocsánatot kérek tőled, én, mint Varga Irén, Jónás Lászlóné. Bocsánatot kérek tőled, ennél is többé nem fordul elő, nem hogy azt, hogy szót váltsak rólad, azt is elfejtem, hogy valaki voltál. Soha többet, soha többet, soha. Engem felejts el, nagy íbbű, de én is téged. Úgyhogy szia, ennyit akartam mondani. Csácsum csátőt csőtészta.